Június 18-án délután egy emlékdélután keretében a budapesti Gábori Villa kertjében ünnepélyes főhajtásra került sor dr. Kis Áron közösségszervező, intézeti tanár, lelkész emléktáblája előtt. Kis Áron tanulmányait a Szatmári Református Algimnáziumban és a Sárospataki Gimnáziumban és akadémien végezte, ugyanott lelkész képesítő vizsgálatot tett és egy évig a református tanítóképzőben tanárkodott. 1870-től fogva állandóan részt vett a népnevelésügyi mozgalmakban. Tagja volt az Egyetemes és Képviseleti Tanítógyűléseknek, tagja az Országos Közoktatási Tanácsnak és Tanszermúzeumi Bizottságnak, elnöke az Országos Református Tanító Egyesületnek, titkára az Első Pedagógiai Társaságnak. A Tanítók Országos Árvaháza alapítóinak egyike, az Árvaházi Egyesületnek 8 évig titkára, az üllőfélben levő gyermekek számára nevelőintézeteket emelő nagypénteki református társaság elnöke volt. Említette a reformpedagógiát. Mitől, miben reformálta meg ő a pedagógiát, ha lehet ilyet kérdezni? Nagyon egyszerű a képlet. A gyerek került a középpontba. A gyerek és annak minden jogos, okos, életszerű igénye. Hiszen az a 10-12-14 életév az elég hosszú. A belenevelődés, a már korán világranyítás, amelyet ők nem csak a hivatalos akkori, meg most is hagyományozott beiskolázástól vettek, hanem már azt az időszakot, amelyet Kodály úgy mond, hogy a játék, a zene kapcsán is, és más, már kis Áronék is meglőlegezték, a gyermek megszületés előtt kilenc hónappal, vagy amit szintén Kodály mondott, de szintén az elődök kis Áronék alapján, vagy gondolatai alapján, hogy a még meg sem született édesanyja, fogantatás előtt. Ez egyébként egy nemzeti feladat, nem feltétlenül csak nagy betűkkel, de valóban ezt ismerték föl már a reformkor idején, de megizmosodva igazán a forradalmi szabadságharc után, tanulva és okulva dolgokból, de a kiegyezés után, a kiegyezés pozitív oldalát véve egy új magyar oktatási rendszert megalapítva. Honi gyökerekkel, az itthoni, a Kárpát-medencében élő, játszó, mozgó, nyüzsgő gyerekekkel és családokkal, amely azért jellegében csak másabb, mint tőlünk nyugatabbra, vagy északra, keletre, és minden különösebb túlzás és nagy szavak nélkül, tehát az itthoni gyermek igénye és családja figyelembevételével. Számunkra ez az itthoni, aztán lehetett mellé még adaptálni innen, onnan, onnan más eszméket, és amelyek, ha meggyökeresedtek, akkor látjuk, hogy jó talajra hultak. De ahhoz a talaj kellett. Ezt adta mindenképpen a hazai föld. Mit gondol a társadalom többsége? Mennyire van képben úgymond kisáron tevékenységét illetően, és önök mennyire szeretnék, hogy ők hozzájuk is eljusson a története? Késáron és kortársai neve nem csak az idő múlásával, talán kevésbé vannak benne a köztudatban. Ezen egy időben úgy, úgy merengtünk, néha szomorkodtunk, de nem, nem kell, hiszen név nélkül, vagy szinte tudattalanul, de két háború közti elődeink, zenepedagógusaink, Ebből a gyönyörű tárházból, amelyet Kisáron és társai az akkori monarchia minden vármegyéből több száz tanítóval, lelkészsel, jegyzővel vagy lelkészasszonyjal összegyűjtött anyagot, ott vannak. Ott vannak a, 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 a óvodai, iskolai zeneoktatásunkban, az irodalomkönyveinkben, akár név nélkül, hiszen a népköltészet és a népi játék így. Megy tovább. Ezt ismerték föl Kisáronék, ezért gyűjtötték össze, és ezért adták át ezt a kincset azoknak, akik aztán később sápárkodtak A falusi cselétől a kisvárosi szolgálón át a Budai, ahol itt vagyunk, csak, akkor még csak svábul beszélő, de már dajkák között nevelkedő gyerekeknek. Ha ez bekerült, már pedig ez bekerült, akkor örülhetünk, és talán magunk. Ö, 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 gyarlóságát is megbocsájtva, ha talán nem figyelünk annyi, vagy nem hangoztatjuk annyiszor Kisáron nevét, de itt van, itt van az a szellemi muníció mégiscsak a mindennapi életben, és ez a nagyon jó fokozó. Dr. Kriston Vizi József etnográfus, muzeológus köszöntője után laudációt tartott Körömi Gábor pedagógus, a Magyar Drámapedagógiai Társaság elnökségének tagja, ennek során mesélt Dr. Kisáron életútjáról, munkásságáról és a nagypénteki református társaság megalapításáról is. Játszani jó, játszani kell. Ha a 19. századi magyar pedagógia történet egyik meghatározó személyiségének, Dr. Kisáronnak neve egy játékkultúrával foglalkozó társaság névadójaként és egy őt tisztelő összetartózó közösség révén, illetve az első Magyarországi játékgyűjtemény összeállítójaként maradt fenn, akkor ebben a mondatban minden fontos információt elmondtunk róla. Pedig tudjuk, hogy a régi latin mondás szerint Kvemdi odérunt, pedagógum fecérunt, vagyis akit, csak akit az Isten megver, abból lesz iskola mester. És hagy folytassam Arany János kicsit évvégéről is szóló szavaival. Kedv, ifjúság, erő, szellem vagyon, ma is gyakorta, mint hiába vesz. Homár, homályos a cél, tömkeleg az út, s kite pályára Isten átka sodort, szívvérit onycsa bármint pelikán, hálátatlanságot növel magának. Kisáron pedagógus, aki 1845-ben porcsalmán született, bejárt a kollégájával királypállal nemcsak az ország nevelési intézményeit, de fiatal igazgató tanítóként 27 évesen Európát. Járt a Bécsi Pedagógium, Prága, Dresda, Gotha Karlsruhe pedagógus képző intézményeiben és szemináriumaiban. Megnézte, hogyan csinálják Európában. Majd két év múlva Olaszországban és Svájcban tanulmányozza az ottani oktatásügyet. Tette, tehette mindezt a honi pedagógia ügyét felkaroló támogatók segítségével. Felkészült, fiatal, alkalmas, kész tenni az ország oktatásügyéért. Gabnai Katalin kollégám szerint az a pedagógus, aki a tegnap szerzett ismereteit már ma át tudja adni a többieknek. Kis Áron pataki diákként tanította a nála fiatalabbakat. Később tankönyveket írt, szerkesztett, verseket, történeteket alkotott. Két évtizedig a néptanítók lapjának szerkesztője volt, mindenese volt. Társaságok, egyesületek alapítója és lelkes motorja, mindezek mellett összegyűjtötte a gyermekek játékait, és így született az első hazai játékgyűjtemény. Mindemellett a sok létű tevékenységével megmaradt az utókor emlékezetében, és ezek közül én most csak egyet szeretnék kiemelni. 1893-ban egy nagypénteki istentiszteletről hazafelé igyekezve társaival fogant az ötlet, hogy alapítsanak társaságot. Ez az Egyesület a Nagypénteki Református Társaság célja egy olyan nevelőintézeti gyermekotthon létrehozása volt, mely 6-12 éves korú gyermekeket gondoz, oktat, nevel. Ahogy akkoriban nevezték az elbitangolt gyerekeket szerették volna összegyűjteni, és olyan otthont adni nekik, mely nem csak szállást, hanem életcélt és szakmát is adhat. Otthon, könyvtár, műhelyek és foglalkoztatók, hogy aztán 15-16 éves nagyobbak, távolabbra kerülvén, nem sokkal később már önálló kenyérkeresők váljanak, és a társaság által bérletként biztosított termőföld művelése, vagy kézműves műhelyek működtetése révén munkával fizesség meg neveltetésüket írja kristonvizi József Kisáronról írt emlékezésében. A koszorúzás és emlékezés után a délután a Virányosi Közösségi Házban folytatódott, ahol több nagyszerű előadást lehetett meghallgatni dr. Kisáron püspök úr életművéről és szellemi örökségéről is. Kisáron, a református püspök, idén 200 éves születési évfordulója, Lehetőséget biztosít, hogy a 19. századi magyar református egyháztörténet egészét megismerjük, megismerjük a harcokat és az örömüket, úgyhogy az előadás az évfordulót kihasználva, hogy egy száz éves, egy közel száz éves életútnak a fordulópontjait, és hogy a leginkább a püspöki tevékenységnek, a hátterét, annak az egyházkerületnek, amelynek a püspöke volt a Tiszántúli Református Egyházkerületnek a lehetőségeit, felépítését, problématikáit kívánom röviden ismertetni az előadásba, úgyhogy nem csak Kisáron, hanem a kortársai és erők szóba fognak kerülni. Mit gondol az az életmű, miben mutathat példát azoknak, akik ma próbálnak az ifjúságon segíteni? Kisáron közel 70 éven keresztül töltött be különböző kisebb és nagyobb egyházi tisztégeket, egyházmegyei főjegyző, esperes, aztán egyházkerületi vezető, püspök, zsinati tag, parlamenti képviselő, és minden munkásságának az alapja a múlt tisztelete volt, egyháztörténészként a 16. századi református zsinatoknak a szövegeit kiadta, ez mai napig is egyik legfontosabb forrásmunka. munka, és számára a múlt ismerete egy olyan tényező volt, hogy múlt nélkül nincsen jövő, Szóval mondták, őseink hite a jövő reménye, ez igaz volt az őkorában és igaz napjainkban is ezt az üzenetet, ezt a kisároni üzenetet szeretném a most a konferencia hallgatói részére továbbadni, és a műsor nézői részére is.